Kedves testvéreim! Talán a családi kapcsolatainkban, baráti kapcsolatainkban még jelen van a megbocsátás valósága. De hogyha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy mintha mi keresztények kilógnánk ezzel a témával. Bocsánat a kifejezésért, de ki az a bolond, aki mondjuk egy-egy gazdasági verseny szférában megbocsájtana az ellenlábasának? Vagy ki az, mondjuk a bankok világában, aki azt mondaná, hogy hát én elengedem a te tartozásodat? Vagy egyáltalán, amikor ma rengeteg gyűlölködésről hallunk, ilyen-olyan szinten, akkor egyáltalán nem furcsa, hogy a keresztények még mindig legalábbis hirdetik a megbocsájtást? Régen sem volt ez a küzdelem másként, még a keresztény közösségben sem, ugyanis ez a szakasz, amit most felolvastam Máté evangéliumából, tulajdonképpen az első keresztény közösségnek a küzdelmeiről szól. Vagyis, ami Péternek a kérdése, hogy hányszor kell megbocsájtanom, az tulajdonképpen az első keresztény közösségnek a kérdése, és Péter küzdelme ezen a téren valamiképpen a mi küzdelmünk is. A hetes szám, amit ő mond, azt is mondhatnám olyasmi, amiben Péter megérti, hogy itt valamiképpen nem is a megbocsájtás tényéről van szó, hanem annak mértékéről. És Péter azt mondja, hogy jó, tudom, Uram, hogy te a megbocsájtást hirdeted, tudom, hogy ez az új parancs, de azért mondjuk 7-ig még elmegyek, de annál tovább már nem megyek el. Hiszen a másik ember is, akár a testvérem, hányszor, de hányszor megbánt vagy megsért engem. Vagyis a kérdés igazából az, hogy van-e határa a megbocsátásnak. És Péter, mintha ezt feszegetné. És nézzük meg Jézus válaszát. A hetet még megsokszorozza. És azt mondja, 70-szer, 7-szer, vagyis végtelenszer. Teljes mértékben kitágítja ezt az arányt. Menj el 77-ig, ne méricskélj. Ne az legyen a kérdésed, hogy még egyszer és még egyszer az még belefér-e. Vagyis, mintha nekünk mondaná, ne légy az a Péter, aki a maga képére akarja formálni a messiást. Mint ahogy látjuk itt a korábbi részekben is, amit az elmúlt vasárnapokon is felolvastunk, hogy Péter a maga képére akarja formálni Krisztust, vagyis, hogy nem képes elfogadni azt, hogy ennek a Krisztusnak szenvednie, sőt, meghalnia kell, és így válik majd úrrá és messiássá. Más szóval azt is mondhatom, figyelmeztetést kapunk, hogy a megbocsátás kérdésében is az Isten legyen az első helyen. Ha Istenre tekintek, akkor el tudok menni 77-ig is. Ha viszont önmagamra tekintek, ha viszont méricskélem a megbocsájtásnak a mértékét, akkor biztos, hogy nem válok Istenhez hasonlóvá. Márpedig a megbocsájtás kérdése pontosan a legmélyéig, lényegében az a kérdés, hogy fölfedezem-e magamban, hogy az Isten megbocsájtásából fakadóan tudok én is megbocsájtani másoknak. Mert Isten nekem már 70-szer, 7-szer, újra és újra, mérték nélkül, fölfoghatatlan módon megbocsájtott. És csak ebből fakadóan tudok én is másoknak megbocsájtani. Amit Jézus a példázatban, ebben a pici kis történetben mond, az lényegében erre az arányra, erre a mértékre vonatkozik. Ez a 10 000 talentum ebben a történetben valami mérhetetlen összeg. Manapság lehet, hogy úgy mondanánk, hogy egy nagyon szegény országnak az államadósága.
És ez a gazda teljes mértékben elengedi. Az Úristen ilyen. Az Úristen nem méricskél. Ő nem vágja a centit, hogy ez még belefér, az már nem fér bele. Ez a 100 dénár pedig, amivel a szolga tartozik az ő szolgatársának, az ehhez képest körömnyi, egészen pici, apróság, apró pénz. Az arány, azt mondják a Szentírás tudósai, az arány itt a 10 000 talentum és a 100 dénár között 1 a 600 000-hez. Ekkora a különbség az isteni irgalmasság és megbocsájtás, a gazda magatartása és a szolga magatartása között. 1 a 600 000-hez. És ez itt a csattanó. Az egész történet, mint minden példabeszéd, lényegében erre a csattanóra megy ki, hogy elérkezik-e ennek a mondandója úgy igazán a szívemhez. És talán nem véletlen, hogy Jézus a mi atyánkban pontosan azt tanítja, és minden nap imádkozzuk, hogy ez a mérhetetlenül nagy irgalmasság, amikor hozzám elérkezik, akkor testvéreimnek is csak ebből fakadóan tudok majd megbocsájtani. Vagyis bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És még egy apróságra hadd hívjam fel a figyelmet. Azt olvastam itt, hogy a gazdának megesett a szíve ezen a szolgán. Ez a kifejezés rendkívül fontos az evangéliumokban. Ismerős lehet nekünk, talán elsősorban a tékozló fiú példabeszédéből. Ott ugyanez a kifejezés szerepel az atya magatartására vonatkozóan. Megesett a szíve a hazatérő fián, nyakába ugrott, össze-vissza csókolta őt. Hát ilyen az Isten. Ilyen az ő irgalmassága, ilyen az ő megbocsátása. Befejezésül pedig egy pici kis részletet hoztam, mégpedig Assisi Szent Ferenc naphimnuszából. A héten a kezembe került, és csodálkozva láttam, hogy a teremtmények között, a nap, a hold, a tűz és a víz után, mint egy hasonlóan csodálatos teremtményt, felsorolja a megbocsátást is. Nem tudom, hogy erre fölfigyeltünk-e már. Gyönyörű szép, úgy gondolom. Nem csak a teremtés műveiért ad hálát, olyan értelemben, amit látunk, ami körülvesz bennünket, hanem szinte egyedüliként kiemeli ezt a nagyon nehéz témát, a megbocsájtást, és nyilván azért, hogy elsősorban az isteni megbocsájtásra fókuszáljunk ezáltal mi is. Síg Sándor gyönyörű fordításával így hangzik. Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másoknak megbocsájt, és aki tűr gyötrelmet nyavaját, boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát.